Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Elemzők, politikusok sokat beszéltek arról az elmúlt hetekben, hogy vajon az az időközi választás, egész pontosan a választási kampány, az előre mutat-e 2014-es országgyűlési választásokra olyan szempontból, hogy számíthatunk-e arra, hogy majd az országgyűlési választásokkor is ilyen éles, sokszor gyalászkodó, sokszor megérthetetlenné válik a választási kampány, mert ami baján volt, az egészen biztos, hogy nem szokványos. Egy megismételt választásról beszélünk, már mint hogy az egyik választókörzetben, de mind az első választásnál, mind a megismételt körzeti választásnál, az azt megelőző kampányban, hát szerintem csak kapkodtuk a fejünket, hogy mi történik a városban. Zsigó Róbert a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Annyi rejtély volt ebben a történetben. Kik voltak azok az aktivisták, és mit akartak? Melyikek? Jó estét, köszöntöm. Jó estét. Akik ottan cikáztak és követték Teket Melindát, követték az újságírókat, gyakorlatilag aki belépett a 32-es körzet közelébe, akkor rátapadt egy autó. Kik voltak azok? Hát én nem tudom, kik voltak, azt, amit a bevezetőjében mondott, hogy az emberek csak kapkodták a fejüket, ez valóban így volt. Azért ezt ne felejtsük el, hogy ez a kampány, ez augusztus 5-én kezdődött. Akkor kezdték az ajánlószelvényeket a választópolgárokhoz eljuttatni. Augusztus 5-e és szeptember 16-a között, azt hiszem, az egy hétfői nap volt, ön sem, meg az országos média sem foglalkozott ezzel a kampánnyal. Akkor kezdődött, amikor Juhász Péter egy sajtótájékoztatót tartott a Városháza előtt, és följelentést tett az önkormányzat ellen. Utána jött Gyurcsány, Bajnai és Mesterházi, és mi is csak kapkodtuk a fejünket, hogy mi történik. Egyébként, ha jól láttam, vagy jól követtem vasárnap az eseményeket, akkor gyakorlatilag minden fa mögött volt egy újságíró, tehát nem csak a követők követője volt, de mindenki bajára figyelt, ami részben persze jó. De ezen már nem csodálkozott, hát ami azt megelőzően... Csodálkozni már semmi nem csodálkozott. Kik voltak az aktivisták és mit akartak? Nyilván figyelték a választások tisztaságát. Ugye az első fordulóban a volt szocialista polgármester állt egész nap a saját bevallása szerint a szavazókör előtt azért, hogy figyelje a választások tisztaságát, ott is voltak, akik autókkal figyelték, hogy minden rendben van-e. Itt is minden szervezet, ha jól értem, meg olyan szervezet is, aki nem is indult a választások, amik az is megjelent Baján vasárnap, és megpróbálta, hogy is mondjam, a választások tisztaságáért demonstrálni vasárnap a választások napján. Tehát valóban érdekes történetek. Tehát vasárnap a választások napján például a volt szocialista polgármester is azt figyelte, és szintén saját elmondása szerint, hogy szállítják-e a szavazókat, sőt, szervezetten szállítják-e netán a szavazókat. Ezt aztán a törvényszék is megállapította, hogy igen, és ezzel így lett a második megismételt választás abban a szavazókörzetben. Szóval ezek a Fidesz ők a Fidesz aktivistái voltak, és mit akartak ott a városban? Segítettek, azok Fidesz aktivisták is voltak, akik ebben a szavazókörben voltak, de azt se felejtsük el, ha jól emlékszem, az ATV stábjának is adtam egy interjút a mostan megismételt választás megelőző szombaton, amikor arról tájékoztattam önöket is többek között, hogy a Fidesz az rendőrségi feljelentést tett, mert hogy ott le is fényképeztek egy autót, egy fekete Volkswagen Passat, nem vagyok egy nagy autórajongó, mert hogy a szavazókörben lévő egyik aktivistánkat megkereste egy ottani lakos, aki azt mondta, hogy a Fidesz nevében tűzifát ajánlottak neki, azt ajánlották neki, hogy rendbe hozzák a házát, hogyha a Fideszre szavaz, és a Fidesz ezért szombaton reggel a baji rendőrkapitányságon ismeretlen tetteseren feljelentést tett azért, mert azt gyanítottuk, hogy lehet, hogy ezzel fognak majd minket utána támadni, mert hogy a Fidesz nem tett ilyet, egyetlen Fidesz aktivista sem. Most látom a híradókban, hogy vannak ilyenek, tehát elhangoznak ilyenek, igen. Egy hölgy konkrétan állította nekünk is, a mi híradónknak is, hogy ígértek neki tűzifát, és meg is kapta. Hát, hogy egészen pontos legyek, hogyha jól láttam azt a felvételt, akkor megkérdezték tőle, és a szájába adták a választ, de mindegy, én erre nem akarok vitatkozni. Éppen ezért mondom, hogy szombaton még feljelentést tettünk a rendőrségen éppen amiatt, hogy elkerüljük azt, hogy utána azzal vádoljanak meg bennünket, amit nem mi csináltunk. Olyan egyszerű a helyzetünk, mivel ez a mi híradónkban hangzott el, azonnal meg tudjuk nézni, pár másodperc nézzük meg, és akkor nem lesz félreértés. Hozott. Fideszre. Fát ígértek, megkapta? Meg. Megkapta? Meg. Mennyit kapott? Ha kaptam 10 mázsát, még fogok kapni. Megkapta? Ki?
Kire szavazott? Fideszre. De, Fát ígértek, megkapta? Még egyszer mondom, szombaton a választás előtt bejelentést tettünk a Bajor rendőrkapitányságon, mert egy helyi lakos megkereste az aktivistánkat azzal, hogy a Fidesz nevében valakik, ismeretlenek, felkerestek több embert a szavazókörben, tűzifát ígértek neki, és azt ígérték, hogy rendbe hozzák a házakat, mert ennek a híradó részletnek van egy olyan része is, ahol arról beszél az úriember, hogy majd azt ígértek neki, hogy rendbe hozzák a házakat. Akkor is elmondtam. Fidesz szombaton ígért tűzifát? Szombaton az ATV híradójának is elmondtam, hogy a Fidesz nem ígért tűzifát, senkinek nem ígérte meg, hogy a házát rendbe hozza, éppen ezért tettünk rendőrségi feljelentést, hogy utána ne velünk szembe használják a lungodrom esetleg ígért tűzifát? Van erről önnek is információ? Fidesz szövetségesen, hát információja lehetne róla, hogyha ez így történt volna. Bajavárosnak ez egy olyan része, ahol nagyon van sok... Van információja arról, hogy mondjuk a lungodrom ígért tűzifát a választóknak? Nincs. Arról van tapasztalatom, hogy ebben a szavazókörben, ahol szavazást tartottak, itt nagyon sok nehéz sorsú ember van. És a Bajai Önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálaton keresztül, meg a cégeink keresztül azoknak szokott tűzifát adni, akik rászorulnak, és nem azoknak, akik rászavaznak. Jó, tehát akkor nincs erről információ, és a Fidesz nem ajánlott és nem ígért tűzifát. Nem azt mondtam, hogy azt mondtam, egészen pontosan, hogy ön mondta, hogy a Fidesz nem ajánlott tűzifát senkinek. Ezt mondtam én is, hogy a Fidesz nem ajánlott és nem ígért tűzifát. Sem azt, hogy a házát rendbe hozza. De ezt mondtam én is, ezt ismételve, és arról nincs információ, hogy mondjuk a lungodrom ígérhetett tűzifát, vagy bármi más. Vagy bárki más, mert ha jól olvasom a mai híreket, a Szolidaritás mozgalom az éppen az országot járja, és tűzifát osztogat. Múlt héten a Teket Melinda azzal az emberrel kampányolt, aki a Szolidaritás aktivistája. Nem mondom, hogy e között összefüggés van, csak mégis furcsa. Ha meg most éppen nincs választási kampány, tehát hogy nem ott ígérnek tűzifát. Hát amikor a Bajai Önkormányzat tűzifát osztott, akkor se volt, akkor mínusz 26 fokos hideg volt, úgyhogy... Hát, de most is vittek tűzifát, tehát még olyan felvétel is volt, de az a lényeg, hogy kimondta, a Fidesz nem ígért tűzifát, nem ígért házfelújítást, és nincs információja, hogy mondjuk a lungodrom ígérhetette ilyet. Akkor ezt a részét lezártuk. Visszatérve az aktivistákhoz. Ők azt mondták, hogy a Fidesztől fizetséget is kapnak. Mennyibe került az a Fidesznek, hogyha a Fidesztől kapták a fizetséget? Az aktivisták bére, az autók bérlése, és milyen pénzből ez? Pártpénzből ment? Nyilván egy kampányt a Fidesz, vagy bármelyik politikai szervezet, reméljük legalábbis, ha már mostanában nem tudom, másfajta hírek is vannak az önök irodójával is, a saját tagjainak a befizetéseiből szokott kampányolni. Ez így volt nyilván. Tehát a Fidesz pénzéből fizették az aktivistákat? Nem, azt kérdezte, hogy milyen pénzből kampányoltuk. A Fidesz pénzéből kampányoltuk. Én nem tudok róla, hogy aktivistákat fizettünk volna. Ők maguk mondták, hogy ezért fizetséget kapnak. Ezt én elhiszem. Nem azt mondom, hogy ezt nem ők mondták, azt mondom, hogy én nem tudok róla. Ugye egy kampány az mindig csapatmunka. Az én feladatom, ezt egyébként az önök stábjának is elmondtam szombaton, az volt, hogy is mondjam, megpróbáljam, nem ez a legjobb kifejezés, de megóvni Baja városát attól, ami történt a választási kampányban, mert az elején ön is azt mondta, hogy csak kapkodtuk a fejüket. Uh-huh. Ugye ez arról szól, hogy 10 választókerület van Baján. Ebből egyben volt választás, és a 32 szavazókörből egy szavazókörben volt megismételt választás, ahol 470 szavazópolgár volt egészen pontosan, Baja város meg egy 38 ezeres város. Az én legfőbb feladatom az volt, hogy Baját ettől a fejünket kapkodjuk, és mindenféle kampány lehető próbáljam megoldani. Na de nem az ellenzék autói cirkáltak ott a 32-es körzetben. Nem csak az ellenzék autói. Ellenzéki autók is voltak? Flottautók? Most mondtam az előbb önnek, hogy az egyik szavazópolgár, a mi aktivistánkat megkereste. Egy szavazópolgár, ellenzéki flottautók, bérelt autókaraván volt ott? Mutattam akkor a sajtónak, az önök stábjának is egy fényképet, amin fekete, nem fideszes autó cirkál abban a választókerületben. Ezen kívül, ha jók az információim, szombat este több autó is karavánban azt megjelent. Honnan tudjuk, hogy egy fekete autó az fideszes, vagy nem fideszes? Akkor még egyszer megpróbálom mondani. Egy ottani lakos azt mondta az egyik aktivistánknak, hogy egy idegen a Fidesz nevében kerestem meg abból az autóból, amit én ott fényképen felmutattam, mert hogy lefényképezték ez az autót, ami nem a Fideszé volt, hát innen tudjuk, hogy nem az övé volt. Jó, ezen érdekes, kívül viszont volt fideszes autó. Még volt. Egyszer kérdezem, kampány nyilván pártpénzből fizetnek. Engem érdekelne, mennyibe került ez? Ez közérdekű adatnak is minősülhet, nem? Hogy egy pártpénzzel hogyan gazdálkodnak.
Tehát, hogy mennyibe került ez a Bajai időközi kampány, az autók bérlése, az aktivistáknak a fizetsége? Nem tudom ennek megmondani, hogy mennyi a kampányköltség. Ezt nem, ön irányította Baja polgármestereként, fideszes országgyűlési képviselőként? Még egyszer mondom, Baja polgármestereként leginkább az volt a feladatom ebben a kampányban, hogy a várost leginkább megóvjam attól a kampánytól, ami itt történt, mert hogy az elmúlt három esztendőben nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a városnak jó hír ne menjen. Akkor ezt kiirányította. Tehát éppen azért mondom, hogy ez is egy fontos feladat volt a kampányban, hogy más ne sérüljön. Bocsánatot kérek, ez egy csapatmunka volt. Voltak, akik azért voltak felelősek, hogy aktivisták egyébként ellátogassanak a választópolgárokhoz. Nekem ez volt a feladatom. Egyébként két délutánomnak egy részét is azzal töltöttem, hogy a jelölttel együtt néhány helyre elmenjek, néhány emberrel beszéljek én is a szavazókörben, és megkérjem őket, hogy jöjjenek el szavazni, és semmiféle sem visszaélésre utaló jelet, sem azt az idézőjelben hadi állapotot, amiről már a végén szóltak, hogy hírek nem tapasztaltak. Nagyon sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, és mindenki jól vette azt, hogy ez így volt. Mi lett a felvételekkel? Melyik felvételekkel? Amit az aktivisták készítettek. Hát minden autóból egy kamera, egy kéz, és benne egy kamera lógott ki. De harmadszor mondom önnek, hogy nem ezzel foglalkoztam a kampányban, hanem azzal foglalkoztam. Ön a város polgármestere, a Fidesz országgyűlési képviselője, a szóvivője. Hát nyilván olyan nincs, hogy ezen nem foglalkoztam. Tehát több autó, 5, 6, 8, 10, nem tudom, cikázott a városba, újságírókat filmeztek, ellenzéki jelöltet filmeztek, házakat filmeztek, ahova bement kampányolni a jelölt, utána az embereket, a portájukat lefilmezték. Kinek és mi lett a felvételekkel? De úgy tesz most, minthogyha nem filmezett volna az elején, önhöz tudok csatlakozni, hogy kapkodtuk a fejénket, igen, mintha nem filmezett volna mindenki mindenkit, hozzám is eljutott. Televíziósok a munkájukat végezték. Az aktivisták mi célból filmeztek, és mi lett a felvételekkel? De miért gondolja, hogy Baja, tehát ön azt mondja most már harmadszor, hogy Baja polgármestereként én irányítottam volna a kampányt. Én kérdeztem. Gondolja, hogy, de most harmadszor próbálom arról meggyőzni, hogy tudja, ez nem így mi van. Mi lett a felvételekkel? Harmadszor próbálom arról meggyőzni, hogy nem így van, mert hogyha végignézi, például a képviselőtestület ülés is volt kampány közben, a képviselőtestület ülése Baján kötelezően be kell nyújtani a polgármesternek és az alpolgármesternek azt, hogy a két ülés között milyen fontosabb ügyekkel foglalkozott. És például a kampány hetében, a délhús ügyében, mert hogy van üzeme a délhúsnak Baján, foglalkoztam, szociális kerekasztalülés volt. Tehát azt gondoljuk, hogy van a polgármester... Van tudomása a felvételek sorsáról? Nincsen. A felvételekről nem sincs is tudomása, de miért kéne, hogy érdekel? Mi az, hogy miért? Baja sorsa érdekel. És ez nem Baja sorsához tartozik? Nem bajaiak egy héten keresztül, vagy még több is, mint egy héten keresztül, mindent, ami mozgott, lefilmeztek, legfőképpen ellenzéki jelöltet, az ellenzéki jelölttel szóba állókat, milyen célból, ezeket a felvételeket utána kinézte meg, hova lettek ezek a felvételek, hogyha önnek semmi köze nem volt a kampány irányításához, mert Baja első vezető embereként Baja dolgaival foglalkozott, ezt értem, de Baja első embereként csak érdekelni, hogy mi van ezekkel a felvételekkel, ki csinálta, milyen célból, és utána mi lett vele? De nem is azt, érdekli? Nem azt mondtam, hogy nem érdekel, azt mondtam, hogy nem tudom. A kettő az nem hát ha érdekli, nem tudja arra megkérdezni valakitől? Most? Eltelt már azóta egy hét. Műsor, egy hét nem, a csütörtök este a van. A filmezések óta, mióta megjelentek ott az aktivisták, és mindenkit filmeztek, azóta már bőven eltelt egy hét. Nem kérdezte meg valakitől, nem, aki a kampányt nem is érdekli? Nem azt mondtam, hogy nem érdekel. Hát de ha érdekli, akkor miért nem kérdezte meg? Nem volt rá időm. Mert hogy Baja sorsával foglalkozom. Ne arra, ugye, és ha lenne ideje, arról... kitől kéne megkérdezni ezt? Kubatov Gábortól? Pontosan arról nem beszélünk, amiről Kubatov kellene. Kubatov Gábortól kellene egy megkérdezni? Volt egy megismételt szavazás. Ott beszélhetünk a tényekről, hogyha ön szeretne a tényekről beszélni. Ezek is tények, mint amit eddig persze kérdeztem. Meg van még egy csomó tény ebben az egész időközi megismételt választásban. Például hogy ami eljutott hozzám hír a médián keresztül, nem az ATV-ről beszélek, általában a médián keresztül, az nagyon erősen az jön át, hogy a Fidesz csalt, és a Fidesz törvény sértett, és a Fidesz nem tudom mit csinált. Most a tények ezzel szemben mások, hogyha tájékoztathatom erről. Tehát négy olyan
választási bizottsági, sőt egy törvényszéki ítélet is van, amely elmarasztalta a baloldalt abban, hogy hazugságokat... Ezeket mind elmondtuk, bárkiről döntött a bizottság, a törvényszék, mind elmondtuk. De azt nem, és egy olyan van, amiben a Fideszt elmarasztalták. A Fideszt elmarasztalták egy MTI közlemény leadásában, amit amikor ez a döntés megszületett, akkor levettünk. És a nem a Fidesz miatt kellett megismételni a 32-es körzetben a választást? A négy elmarasztaló ítélet ügyében, egyet sem hajtottak végre a szocialisták, még most is fönn van a játék az Együtt 2014 honlapján. A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság döntése után is terjesztették azt a szórólapot, illetve azt az újságot is, amiben elmarasztották. Tehát egyetlen ügyben sem. Nem a Fidesz miatt kellett megismételni a választást? Miért kellett volna a Fidesz miatt megismételni a választást? Mert a törvényszék azt mondta, hogy ezzel a szállítással, a szavazók szállításával egy sérült az önkéntesség elve, kettő befolyásolhatták a választás kimenetelét. Ön szerint az befolyásolta a választás kimenetelét, aki veszített? De bocsásson meg, ha megnézi, tehát arról a törvényszéki ítéletben nincsen szó, és erről helyi választási, területi választási bizottsági határozatok is vannak, és gondolom én elfogadom a választásokkal kapcsolatos jogi testületek állásfoglalását, és gondolom, hogy ön is elfogadja. Nincsen szó a kecskeméti törvényszék ítéletében arról, hogy a Fidesz miatt kellett. Ön szerint azért szállította mondjuk az ellenzék a szavazókat szervezetten, hogy aztán úgy befolyásolják a választás eredményét, hogy veszítsenek? Bocsánat, kérdezhetek én is valamit? Tehát ismeri? Nem ez a felállás, de jó, de lehet. Ezért kérdeztem, mert nem, akkor nem. Lehet. Tehát az látta-e annak a szavazókörnek az első fordulós eredményeit? Persze. Abból az derül ki, hogy 2010-hez képest, amióta ezek a szavazókörök vannak, a baloldal a szavazatainak számát 10%-kal tudta növelni ebben a szavazókörben. De nem azt, mondta a törvényszék, hogy valamelyik párt, egy ismeretlen párt 2010-hez képest növelni tudta előnyét, és ezáltal befolyásolta a választások eredményét, hanem a szavazók szervezett szállításával befolyásolta a választás kimenetelét. Az pedig nem az ellenzék volt, hiszen nem ők nyertek. Na, tehát kérdezni hogy, de válaszolni nem, de nem baj. Hát kérdezett, én meg válaszoltam, tehát fordítunk a felálláson, akkor én válaszolok. Tehát a baloldali pártok azok 10%-kal növelték a rájuk eső szavazatok számát, míg a Fideszre eső szavazatok majdnem 15%-kal kevesebb lett az első fordulóban. Én ezt csak arra utalok, hogy ebből nem következik egyenesen, amit az MSZP, az Együtt PM és a DK mond, hogy a Fidesz miatt kellett megismételni a választást, pláne nem következik ebből az, hogy a Fidesz sértett kampánycsendet, amit egyébként a szórólapjökkel írtak, pláne nem következett ebből arról az, amit az újságjukban írtak, hogy a Fidesz csalt. A Lungodrom megyei vezetője állt ott, tőle kérdezték meg, hogy lehet-e fordulni, nem törvény vetése, hogyha többet fordulok, mondta a Lungodrom vezetője, akár 50-szer is lehet fordulni. Most a Lungodrom nem az ellenzéki erőknek a szövetségese, de még egyre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Vasárnap este megismételt választás estején ön honnan tudta a hivatalos eredmény előtt a végeredményt? Ugye az választások eredményét ebben a szavazókörben nem a választási bizottság, hanem a szavazatszámlák bizottság állapítja meg. Igen. A választás tisztaságának érdekében maga a szavazatszámlálás is nyilvános, és amint megállapítja a szavazatszámláló bizottság az eredményt, onnantól kezdve az nyilvános adat, csak nem hivatalos. Hivatalossá a választókerületi adat akkor történik, hogyha a helyi választási bizottság összesíti azt a többi szavazókörével. És akkor már nyilvános volt, amikor ön többi szavazókörével, és nyilvánosságra hozza. Még egyszer mondom, ez egy nyilvános adat, de nem hivatalos. Egy jó akarunk, egy jó szándék ember hívott föl, aki elmondta. Egyébként maga az ellenzék... A szavazatszámláló bizottságról? Maga az ellenzék jelöltje is azt mondta, hogy amit én mondtam, adatokat azok jók, és ő sem árulja, hogy kitől kapta. Még egyszer mondom, onnantól kezdve... Én ezt nem hallottam az ön szájából, viszont igen, az egyik internetes felvételén, igen. Tehát a jó akarója honnan? Tehát ő a szavazatszámláló bizottságban volt a jó akaró? Még egyszer mondom, a szavazatszámláló bizottságban, mert a számlálás után ez az adat nyilvános adat. És attól függetlenül... És honnan tájékoztatták önt? De egy jó szándékú ember fölhívott, és elmondta, mert örült neki, hogy akkor... a Fidesz, de akkor Fidesz csak, nyert. A jó szándékú ember csak a szavazatszámláló bizottságban lehetett, nem? Miért? Hol lehetett még tudni ezt a nyilvános adatot akkor, abban pár a pillanatban? Pár perc múlva az index.hu közölte, nem rám hivatkozva ezeket az adatokat.
Ők honnan tudták? Szerintem öntől tudták maximum. Nem gyorsan nem jelölték meg a forrást, nem tudom, de vissza lehet nézni. Mert nem nagyon beszéltem velük. A jó szándékú ember jöhetett máshonnan, mint a szavazatszámláló bizottságból? Hát, hogy hol lehettek még jó szándékú emberek térben és időben, akik ezt a már nyilvános, ám de nem hivatalos adatot tudhatták, nem csak a szavazatszámláló bizottságban? Még egyszer mondom, arról volt szó egész végig a médiában, hogy ugye 22 óra valahány perckor döntött a helyválasztási bizottság magáról a választás eredményéről, de a szavazókörben a szavazatszámlálás eredményét ezt a szavazatszámláló bizottság dönti el. Onnan szólt önnek valaki. És még egyszer mondom, nyilvános még a szavazatszámlálás is, nem a szavazatszámláló bizottságból szóltak nekem. Hát, és akkor nem árulj el, hogy honnan, hogyha? Nem. Ez érdekes. Akkor már csak az ellenzék jelöltje sem árult el, hogy ő majd honnan. Majd azt tudja, megkérdezem abban, az ellenzék jelöltjétől. Pont abban az időben tudtam egyébként az eredményt, mint ő. Azt mondta, hogy ezek a felvételek, hogy milyen célból készítették és mi lett a sorsuk, ez azért érdekli, de még nem volt ideje megkérdezni. Meg fogja kérdezni valakitől? Hogyha lesz időm, akkor megkérdezem. Hogy látja a beosztását, mikor lesz már az időbeosztását, mikor lesz erre ideje? Hát nem mindig én osztom az időmet, amit látszik most is, és tévéstúdióban vagyok. De ez egy telefon? Nézze, még egyszer mondom, tehát azért mégiscsak az a helyzet, nem, hogy ezen nem, a választáson... Nem vagyok, egyszerűen nem hiszem, hogy nem kíváncsi rá. Filmezték az embereket, újságírókat, annyian a lakosokat, az embereket, a televíziós más, fideszes aktivisták de filmezték. De bocsásson meg, tehát mi lett a felvételekkel? Ha az Index megnézte, az index.hu egész nap tudósított az embereket, maga az index.hu írta fel, hogy egy ember bement a szavazókörbe, és azt mondta, hogy ő ilyen tömegben, ahol tévés tábok meg internetes tábok voltak, nem szavaz, és elment. Ez nem befolyásolja a választások eredményét? Innentől kezdve, ha jól tudom, egyébként ugyan nincsen hozzá közöm a szavazásszámláló bizottság elnöke, akinek ez feladata, ki is küldte a tévés tábokat, mert a tévés tábok benne lehetnek. Ha ez így volt, akkor jól tette. Olvastuk az Indexen. Ha így volt, akkor jól tette, hogy kiküldte, hogyha ez valakit zavart abban, hogy leadja a voksát. De az, hogy aktivisták filmeznek helyi lakosokat, újságírókat, jelöltet, ezeknek a felvételeknek a sorsa azt mondta, hogy érdekli. Akkor még egyszer kérdezem, meg fogja kérdezni, és hogyha megkérdezi, hogy mi lett a felvételek sorsa, megosztja el velünk. Persze. Akkor hívni fogjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, valakivel.